Megküldi az álláspontját az igazságügyi minisztérium Románia alkotmánybíróságának, azt követően, hogy a legfelsőbb bíróság megtámadta szerdán az alkotmánybíróságon a szökésben lévő elítéltek büntetésének szigorítását előíró törvényt, ezt Alina Gorgiou szaktárca vezető jelentette be. A képviselőház döntő fórumként november 29-én fogadta el azt a törvénytervezetet, amelynek értelmében szökésnek minősül, és 6 hónaptól 3 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható, ha egy szabadságvesztésre ítélt személy nem jelentkezik 7 napon belül börtönbüntetésének letöltésére. A törvény előírja, hogy az elítélt börtönbüntetésébe beleszámítják a szökésért járó büntetést is. Ezt a jogszabályt támadta meg az Alkotmánybíróságon a legfelsőbb bíróság. Az ügyben az igazságügyi minisztérium álláspontját Alina Gorgiou tárcavezető tolmácsolta. Támogatjuk ezt a törvényt, amelyet a román kormány is jóvá hagyott, az igazságügyi minisztérium szakemberei hosszú ideig vitattak, és amelyet rendkívül sok képviselő 230-an a 235-ből megszavazott a döntéshozó fórumban. Továbbítjuk az Alkotmánybírósághoz a szaktárca álláspontját, és úgy vélem, egy jó és szükséges jogszabályról van szó, hiszen sok korrupcióért elítélt személy szökött meg az országból azzal a céllal, hogy kibújjon a romániai igazságszolgáltatás alól, és ne kelljen romániai börtönben ölnie. A törvény azt a szándékunkat erősíti meg, hogy minden szökevényt visszahozzunk az országba, tette hozzá. A jogerősen elítélt személyek között, akik külföldre szöktek a börtönbüntetés elől, megemlíthető a Diékot volt vezetője Alina Bika, vagy legújabban Kötelin Kerékes volt nagybányai polgármester is.